Halli srácok, sziasztok, én Dani vagyok, és íme itt vagyunk a következő videóban. Üdvözlök mindenkinek, sziasztok, szép jó reggelt, végre téli szünet van, és reggel töltetem fel a videókat. Sokkal jobb, de sokkal jobban szeretek reggel videózni. Sziasztok nézők. Most komolyan ordiváltok? Na váltok, mindjárt mondom, hogy miért ordiválnak. Na mindegy. Szóval, most egy nagyon-nagyon érdekes dolog lesz. Amúgy nagyon remélem, hogy ti is vártátok a téli cuccokat, a téli szünetet. És nagyon remélem, hogy jó lesz a karácsonyotok. Gyerek ki, Dani, mindjárt megyek. Na, szóval, most majd hamarosan egy rendezvény lesz, vagyis inkább egy ilyen, hát ilyen aláírás, osztogatás, ilyen közös fotó a nézőkkel, meg ilyenekkel. És ja, itt vannak kint a nézők. Egy csomóan igazából, és itt egy csomó őr is, meg minden. Kérlek, adj aláírás, mindjárt jövök, nézők, majd nyugi. És most addig itt igazából itt vannak ilyen őrök, meg ilyesmi. Szóval majd mindjárt neki látunk az ilyen dolgoknak, amúgy igazából. Nyugi emberek, mindjárt jövök, nyugi. Na amúgy közben így való életben itt van amúgy pont rajtam fekszik Kis, akit érdekelne, amúgy annyira nagyon aratos, annyira imádom ezt a macskát. Ja, amúgy igazából Kis egy macska, de igazából itt van Kis, mint kutya. Nyugi, téged is szeretlek, Kis. Na, szóval igazából Kis egy macska. Igen, de ezt már sok videóban elmondtam amúgy meg. Na mindegy. Szóval itt egy izé, viszem majd magammal igazából a tollamat. Nem tudom, hogy egyéb felszerelések fognak kelleni. Kaját biztos, hogy viszek. Kard meg ilyenek nem hiszem, hogy nagyon nagy szükségem lesz. Pszt, mi az, hogy pszt? Valaki azt mondta, hogy pszt, nem tudom, mit csinálnak. Na mindegy, Dani, gyere, itt vagyok, nyugi, sziasztok, hello. Sziasztok, hello mindenki, még nem mehetek oda. Majd még várni kell egy kicsikét, meg ilyenek. Na, nyugalom, nem kell tényleg tolakodni, meg semmi. A Isten, soha nem tudok beugrani ezen az ajtón. Szóval, ja, ennyi srácok, a házad mögött, pszt, mi az? Nem már, itt egy, beszögött valaki. Hello, szia, jaj, hello, szia, Danista. Cső, hello. Ide nem lenne szabad amúgy bejönnöd, nem tudom, nekem nem probléma, de az őrök valószínűleg ki fognak téged rakni. Szóval, én a helyedben óvatosan csinálnám így a dolgokat, de szeretnék adni egy ajándékot. Ó, köszi. Rendben, hát nyugodtan adjál. Menjél ki. Menjek ki. Hova? Ja, mi? Ja, hogy a rendőr mondja, hogy menjél ki. Aha, adott valamit. Ez mi ez? Boríték. Adott nekem egy borítékot. Nyugi. Nyugi, csak egy borítékot adott. Bomba. Milyen bomba? Ez nem bomba, nyugalom. Ez nem bomba, látod? Nem bomba, csak adott egy borítékot. Nyugi, nincsen semmi gond, kedves őr. Semmi gáz nincsen. Tényleg, le van tartóztatva. Nem már! Ne bántsad már! Ez csak egy izé! Ez csak egy boríték! Nem kell izé, tényleg, nyugi, nyugi, nyugi! Nyugi, jaj, mondtam, hogy nem kéne bejönnöd. De, és akkor miért elmenekül? Hát, az komoly. Hát, a rendőr az meg, lol! Az hogy került oda? Nem már! Ne! Szegényt üldözi! Nem már! Most komolyan, de mondjuk itt maradt a boríték. Ha, jó van, mindegy, hát én ezt elrakom igazából. Jó van, mindegy, hát a rendőr az most el akarja őt kapni? Vagy mi? Most miért kezdte el őt üldözni? Vagy nem értem. Ne, vegye le a bilincset! Ne már elkapta! Ne, srácok, elkapták a nézőmet, ne már! Ne már, aj, ne már, de nekem itt dolgom lenne most! Aj, Istenem! Aj, na jó van, aj, ki kell szabadítanunk, muszáj lesz kiszabadítani. Nem hagyhatom, hogy csak úgy letartóztassák az egyik nézőmet igazából. Szóval muszáj neki segítenünk, a borítékot azért itt hagyom. Ezt én megtartom, nehogy aznak baj legyen. Hát Kis, figyelj, nem tudom, te addig menj majd ki a nézőkhöz és tarts fel a frontot vagy valami. Én addig, nekem most sajnos dolgom van. Szóval ja, hát kimegyek a hátsó kijáraton, várjatok, szólok a nézőknek. Nézők, sziasztok, meg őrök is, van egy kis elintéznivalom. Sziasztok, van egy kis elintéznivalom. Bocsi, hamarosan jövök, de, bocsi. Tényleg, nem fog sokáig tartani, tényleg, esküszöm. Ó, Istenem, szegények. Most ez miatt most el kell izélni, max egy percet várunk. Hát úgyis több idő lesz, de mindegy, jó. Na, szokjunk ki, itt jött be a srác. Jó, úgy kéne kiszokni, hogy ne nagyon vegyenek észre. Jó, van, megpróbálok így egy kicsit így hátrébb menni, meg így kikerülni. Ott van a börtön, oda kéne elmennünk igazából. Ó, Istenem! Na jó, nem baj, én akkor is ki fogom őt szabadítani, de várjuk egy kicsit, a mikrofont azért közelebb húzom. Nagyjából mondjuk így. Hú, na jó, menjünk, oké.
Istenem, de jó lesz, jó van, nem baj, megint ki kell valakit szabadítanunk a börtönből. Nagyszerű. Oké, és elvileg ide kéne, hogy bezár legyen, jaj. Megint tele van rendőrökkel, meg mindenkivel. Hát nagyszerű, nagyon jó dolog lesz izé. Hé, engedj ki és add vissza a Danis pólóm. Elvette a Danis pólóját? Na jó, ezért most tényleg megbüntetjük. Na jó. Oké, srácok, valahogy ki kell szabadítanunk a nézőmet. Valahogy be kell jutni erre a rendőrségbe, de ásót nem hoztam, nem már. Na jó, előzőleg amúgy én fentről izéltem be. Nem golyóálló, hogy mellény, buta rendőr. Aj, Istenem, nem értenek semmilyen se a rendőrök, úgy tűnik itt most pillanatnyilag. Na jó, megpróbálunk óvatosan alulról beásni. Ki meg kéne keresni a nézőmnek a nevét, ott van. Ott van fent. Na jó, oké, valahogy be kéne ásni. Óvatosan lehetőleg. Aha, ez már így fenn van. Jaj, beásd egy cellába, oké, nem ide ásunk be. Akkor mondjuk beások. Ez is egy cella? Nem, ez is egy cella. Én miért csak a cellákba tudok beásni? Na jó, oké. Jaj! Oké, nem vett észre. Jó napot. Jó. Nem vettél észre, hát találsz, nem vettél észre. Tudod, hogy nem vettél észre. Mindegy észre. Hello police, hello rendőr. Szia! Egy barátomat keresem, akit elraboltak, vagyis inkább egy nézőmet. De igazából minden néző a barátom, szóval mindegy, kávézdom kell menjem. Ó, de kedves vagy, kösz! Jó van, megyek. Nem annyira izék gonoszak, mint ahogy én ezt gondoltam. Dani, hello! Szia! Jó napot, rendőr úr, hello! Itt van! Hello! Szia! Bezártak téged? Ó, Istenem, de miért zártak be? Miért kellett téged bezárni? Nem csináltál semmit. Ó, Istenem, na jó, nyugi, ki fogok téged szabadítani valahogy. Csak mert buták, hát tudom. Ó, Istenem, na jó. Hogyan kéne izélni? Csak úgy engedjem ki és meneküljünk el, de hát az nagyon feltűnő lesz. Várjál, bemegyek így melléd. Várjál, bejövök így. Nincs a rendőrnek csengő bekapcsolva. Aha, oké. Mindegy, hát figyelj, én szerintem kiásom magunkat, jó? Gyere, óvatosan. Gyere, óvatosan. Jaj, várjál, kiásom. Gyere. Jó, oké. Jó, add vissza izét, a lépcsőt rak vissza. Oda, úgy, nagyon jó. Oké, na, figyelj, feltűnés nélkül akkor el le kéne lépni. Feltűnés nélkül lehetleg, úgyhogy tényleg ne vegyen észre. Közös selfie, majd később, előbb lépjünk már le. Várjál, várjál. Mindegy, ennek nincs nagy értelme itt. Oké. Hé, rendőr, add a telómat. Ne, ne kezd fel magadra a figyelmet. Léci, nyugi, csak gyere, meneküljünk, majd kapsz egy új telefont. Jó, nyugi, csak gyere. Léci, gyere, erre meneküljünk, gyere. Jó, oké, itt szépen, jaj, ott van pont egy rendőr. Jó, oké, menjünk, gyere. Hú, jó, kiszabadultunk. Gyere már, mit csinálsz? Gyere már, észre fog venni. Jó napot, maga is danista. Ne már, ne butáskodj, gyere már. Ne. De ne már, nem akarom, hogy börtönbe legyél. Gyere már. Istenem, ne csináld már. Gyere, jó, oké, végre. Ó, Istenem, a szép bajt hozod rám. Jönnél? Jó, na. Ó, Istenem. Na jó, meneküljünk el, és többet ne csinálj ilyet, jó? Hogy csak úgy random bejössz, mert el fognak vinni rendőrök, és ez így... Ja, akárkinek betörsz a házába, azt tudod, hogy így érted. Az ilyen, izé... betörésnek minősülés, az nem jó dolog. Bocsi, nem probléma, nyugi, nem probléma, nyugodtan most már, izé. Úgyis várnak ránk a nézők. Ó, Istenem. Ó, Istenem, na jó van. Sziasztok! Hé, nézők! Csácsá! Sziasztok! Megjöttünk! Na, hát, sziasztok! Igazából... Nagyjából is szerintem vége lett, Dani most szöktetett meg. Így van, ő eldicsekedhet vele, hogy őt megszöktettem igazából. Nagyjából így ennyi. Tessék, látjátok, nem hiszik el. Nem hiszik el, hogy megszöktetek, vagy hogy kapsz kaját, hogy feltöltődjön a HP-n, mert hogy látom, kezd elfogyni. Hát, ja, igazából ennyi. Jaj, ne. Mit csinált? Most jöttünk az állatkertből. Körbenéztünk, tudja, láttunk egy csomó nagyon nagyszerű állatot. Semmit, vicceltem. Így van. Esküszöm, hogy így történt. Tényleg, biztos lehet benne. Jó, oké. Jó, rendben van. Hát, srácok, igazából oké, meg tudtam szöktetni a egyik nézőmet, és legalább belekezdhetünk a izébe is. A aláírások, meg mit tudom, látod a rajzomat? Nem láttam, de majd megnézem, esküszöm, majd megnézem. Nyugi. Ja, bomba. Nem bomba, nyugi, tényleg nem bomba, biztos, ugye?
Nem bomba, ugye? Ugye nem bomba? Ha bomba, akkor megöllek, csak szólok. Nem bomba. Ugye nem bomba? Figyelj, mondta csak az utc. Mondta csak az utc, ugye komolyan nem... Ez komoly. Most ez komoly, kis kapd el. Kis kapd el. Kis kapd el őt. Kis kapd el. Komolyan mondom, nem hiszem el, komolyan bombát raktál ezé. Muhaha. Nagyon vicces vagy, tényleg. Kis kapd el, kis, nem érde, rád bízom. Rád bízom, kis, csak kapd el szimplán. Gyerünk, gyerünk, kapd el, kis. Kapd el, gyerünk, 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 gyerünk. Ennyi volt, Dani a legrosszabb. Ez komoly, ez komoly. Oké, értem őt, szóval ő egy utáló igazából. Kis kapd el, gyerünk, kis kapd el, rád bízom, nyugodtan, gyerünk, kis. Igen, bántod a kutyámat? Bántod a kutyámat, te komolyan? Megmerted ütni a kutyámat? Na jó van, oké, oké, gyerünk, kis, kapd el, kapd el, kapd el. Kis, gyerünk, kis, gyerünk. Gyerünk kis, kapd el! Rád bízom, gyerünk, üsd meg! Gyerünk kis, ez az! Szép volt! Hú, na jó, megszöttettünk egy bűnözőt, kiégek. És tényleg igaza volt a rendőrnek, tényleg egy bomba volt benne. Ne már! Most ez komoly? Ez az, veszten az utáló. Kiégek, felrobbantotta a házamat. Na ne már! Ez, uram atyám, na jó, nem érdekel, mindegy, akkor nagy baj azért csak nem lett belőle. Á, mindegy, megjavítható dolog. Hát srácok, hát tévedtem. De igazából nem egy danista volt, hanem egy utáló, hát nagyszerű. Á, Istenem, na mindegy, majd az házamat szerintem visszaépítjük, akkor kezdődhet a nézői cucc Dani rendezvény, vagy nem tudom. Na mindegy, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, hogy tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, csekkoljatok le, adj valamit, Dani, tessék, kaptok ilyeneket majd. Tessék, van itt mindenféle aranyalma, meg ilyenek. Szóval, ja, tágzulok a szép srácok, és köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!